Köszöntöm nézőinket! Önök Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, mutatom adásunk tartalmát röviden. Csökkent a vagyon elleni bűncselekmények száma Tamásiban. Közösségek munkája az értékmentés letéteményese. A Berény nevű települések találkozójának helyszíne volt Diósberény. 67 lakossal gyarapodott Tamási 2021-ben. Irodalmi este ünnepelte 70. születésnapját a Könyi László könyvtár. Tamási járás lakossága kicsit több mint 38 ezer lélekszámú. A járás 32 települést foglal magába, és ezzel a megye második legnagyobb földrajzi terjedelmű járása, ahol a Tamási rendőrkapitányság munkatársainak kell gondoskodnia a közbiztonságról. A bűncselekmények megelőzése érdekében a szolgálatokat úgy szervezik meg, hogy folyamatosan jelen legyenek a közutak és a települések utcáin. Az emberek mindennapi életében fontos szerepet játszik a közbiztonság. Tamásiban a statisztikák azt mutatják, az előző évekhez viszonyítva csökkent a bűncselekmények száma. Az azon belüli struktúra is változott, a közterületen elkövetett bűncselekmények, és akkor most kiemelem itt a garázdaságokat, vagy a közterületen elkövetett egyéb jogsértéseket, ott némi emelkedés van, tehát a közterületi bűncselekmény szám emelkedett, viszont a másik oldalon a vagyonelleni bűncselekmények, és ez legyen szabásértés, ez legyen bűncselekmény, ott tetten érhető csökkenés volt, és amit külön kiemelek, bár ezt mindig félvel mondom, hogy valamit kiemelek, akkor a másnap már ez nem lesz igaz. Lakásbetörés a tavalyi évben nem volt Tamási városában. Szeretem én a szociológiai, meg az egyéb megközelítést, mert hát a rendőri vezető akkor jár el helyesen, nézi a gazdasági folyamatokat, nézi a társadalmi kapcsolatokat, de nyilvánvalóan összefügg azzal a dologgal, hogy valahol nem tudjuk rendezni a konfliktusainkat. Uram, bocsánat, nem megyek oda, a konfliktusrendezés egyik legrosszabb eszköze az alkohol, vagy egyéb tudatmódosítószer, valahol itt vezethető vissza. A társadalmi agressziót, hogy mi okból, milyen okból nem, az garázdaságunkban megjelenik. Családon belül erőszak, egy-egy jól vagy rosszul sikerült pofon, és ez nem bocsánatos bűn. A garázdaság elkövetőit a kapitányság munkatársai a lehető legrövidebb időn belül eljárás alá vonják. Ebben partner az ügyészség. Tehát ha a köszönömről van szó, mert ez társas tevékenység, a rendőri munka, a bűnöldözés és a rendvédelem, akkor ott az egyik első számú partnerünk az ügyészség, és nem különböző a Tamási önkormányzat, ha Tamási városáról beszélünk, a városvezetés, az önkormányzatok, kölcsönös a tájékoztatás, igyekszünk a kéréseknek is megfelelni, és ők is igyekeznek, akár egy okos városprogramban, egy városfejlesztési koncepcióban, a megelőzési tevékenységet célzó kamerarendszerek kiépítése, vagy a közlekedési útvonalak átgondolása, közös gondolkozás, a kerékpáros közlekedés támogatása, segítése. A közlekedési baleseteket sebességmérő berendezések használatával igyekeznek megelőzni a térségben, de a tapasztalatok azt mutatják, még ez sem elég elrettentő a gyorshajtók számára. A kollégák aktivitása az példaértékű, én is úgy gondolom, hogy nagyon jól állnak a dolgokhoz, de a 61-es, 65-ös út, vagy egy kicsit Simontornya térségében a 64-es út nagyon nagy átmenő forgalmat bonyolít ez a terület. Elég magas a baleseti számunk, a sérüléses baleseti szám, és sajnálatos módon nagyon magas volt a tavalyi évben is, a korábban tapasztaltakkal megegyezően a halálos baleseti szám. Tavaly előtt, tehát 2021-es évről beszélek, ott 4 halálos balesetünk volt tavaly, 5, sajnos már az idejében is volt halálos baleset. Az, hogy milyen eredményű lesz egy baleset, sok összetevője van. Tehát a biztonsági eszközök, és én mindig azt szoktam mondani, soha ne a rendőrtől féljenek. A rendőrség munkatársai a szabályok betartását ellenőrzik, amelyek figyelmen kívül hagyása okozza az akár halállal végződő baleseteket. A biztonsági eszközök használata az életüket mentheti meg. A legfőbb baleseti okok országos összehasonlításban itt sem vagyunk mások. 60% a gyorshajtás, a relatív gyorshajtás, a kanyarodási szabályok megsértése, és az elsőbségi szabályok megsértése. Ez a hármasság az, ami a balesetekhez vezet. És amit utaltam, hogy ha ezeket megsértjük,
és nem figyelünk egymásra, és nem vagyunk egymás partnerei, a legvége a sajnos tragédiával végződhet. Nem újdonság, viszont a tavalyi évben azért mondom, hogy a statisztika az elsősorban nekünk játszik. Az egyik általunk is legjobban elítélt dolog az ittas járművezetés. Tehát a tavalyi évben viszonylag alacsony számban volt a regisztrált bűncselekmények számában. Az idei évben már látható emelkedés volt, és ezért a kollégáim fókusza az ittas járművezetők kiszűrésére és eljárás alá vonására is indult. Ez nem jelenti azt, hogy a sebességmérőkészülékekkel nem lennénk, én folyamatosan kint vagyunk. A tudatmódosító szerek, mint mindenhol máshol, ennek a járásnak az életében is megjelentek. Ezért az oktatási intézményekben előadásokkal igyekeznek felhívni a diákok figyelmét ezek veszélyeire. Korábban rendszeres volt, ugye mindenki számára is volt a veszélyhelyzeti dolog, tehát gyakorlatilag a távoktatás, otthonléti oktatás változott nyilván a karantén szabályok miatt a jelenlétünk az idei évtől, tehát inkább a tavaszi időszaktól már újra jelen tudunk lenni, és ebben partnerek az oktatási intézmények, tanári karai, valamint a vezetői. Igyekszünk ebben a bűn megelőzési tevékenységben is részt venni. Köszönöm a tisztességes lakosságnak, hogy velünk van, és támogatja a munkánkat, és a természetes szövetségesünk a polgárőrség és Tamásiban aktivitását is köszönjük, és nem különből a közterület felügyeletnek a munkáját, meg az összes felügyeleti szervnek a munkát, hiszen csak közösen lehetünk eredményesek. A helyi közösségek munkájának köszönhető, hogy a települések gazdagodtak a felkutatott helyi értékekkel, ezeket működtetik és kezelik. Éppen ezért fontos a civil kezdeményezések segítése, mindezekről a Vára megye című rendezvényen esett szó, melyet a várajai parkerdőben rendezett idén a Tolna megyei közgyűlés. A találkozó célja minden esztendőben, hogy a települések évről évre megmutassák a helyi értékeket. Tolna megye országosan is kiemelkedő az összegyűjtött és regisztrált közel 400 értékével, melyhez a megyei értéktárt bizottság előtt még további közel 300 felterjesztés pihen. Ezek között több olyan is van, melyről nem kell igazán magyarázni, miért került a rajstromba, hiszen országos az ismertsége. Én azt gondolom, hogy ha a Tamásiról van szó, akkor mindenkinek két dolog jött eszébe, ami egyben komoly érték. Az egyik a dámvad, ami a város címerében is szerepel, a város címere alatta, a másik pedig a fürdő, a termálfürdő, amely most már gyógyfürdő és gyógyhelyen is található. Ugye a közelmúlt sajnálatos eseménye miatt csak korlátozott mértékben van nyitva, de most éppen egy nagy felújítási projekt előtt állunk, aminek keretében az egész régi fürdőrész és a kár eseménnyel érintett új fürdőrész is komplex módon felújításra kerül. Az értékek felkutatása és megmentése egy közösségformáló erő, és ez nem függ attól, mekkora az adott település. Ezeket a közösségeket kell fenntartani és értékként kezelni, mondta Süli János, a Paksi bővítésért felelős államtitkár, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Megítélése szerint minden olyan együttlét, mely a közösségeket erősíti, fontos lépés a jövő szempontjából. Egyre inkább elégedik az ember, aztán ez vannak sok szorgalmazza, hogy az Unióban ezer példát látunk rá, hogy nincsenek nagy tekintély, úgyhogy mint a családot, hogy építsük le a települési közösségeket. Egyéb ne legyen nemzet, hanem legyen Unió. És akkor azt gondolom, hogy ezek a kis rendezvények, ami nem is kicsi, ha itt szétnézünk, ezek is azt a célt szolgálják, hogy a finom együttműködést, meg a finom ellenállás ezek ellen az ideológiai helyzetekkel szemben. Nekünk az a legfontosabb, család, ország, barátság, kis településen belül, akik egymaguk maradtak, mindig van, akire számíthatnak, mégiscsak rányitja valaki az ajtót, ha kell, visznek élelmiszert, elmennek boltba, gyógyszeré, tehát ezt fönt kell tartani, hisz ettől működik Magyarország. Azt gondolom, hogy az értékek mentén szerveződnek a közösségek, és az említett két fontos értékünkön, tehát a dámon és a fürdőn túl komoly közösségi értékeink vannak. Vagy csak két példát mondjak, a Tamási Koncertfúvó Zenekar és a Pántlika Néptáncsoport, amely a város két legkomolyabb szinten működő közössége, de
de emellett számos civil szervezet, egyesület őrzi azokat az értékeket és ápolja azokat az értékeket, amelyek a városnak fontosak. A helyi értéktárbizottságok munkája hatékonyan világít rá azokra a helyi értékekre, melyek a mindennapok rohanásában észrevétlenek maradnának. Jobban észrevesszük ezeket az értékeinket, hogyha ezeket valamilyen módon rendszerezni tudjuk, és attól a megyei értéktárnak szerintem ez az egyik óriási eredménye, ez egyik óriási erőssége, hogy ezt megmutatja nekünk, hogy mennyire fontosak a saját értékeink. A Tamási értéktárban eddig 26 helyi különlegességet sikerült regisztrálni. A már említett Dám és Fürdő mellett olyan értékekkel rendelkezik a település, mint Vürc Ádám munkássága, vagy a pacsmagi tavak természetvédelmi területe. Diós Berény volt a házigazdája az 1996-ban életre hívott Berény nevű települések soron következő találkozójának. A rendezvényt átszőtték a baráti beszélgetések, de a delegációknak lehetősége volt megismerni a Tolna megyei település értékeit, a jó hangulatú ebédet követően pedig kulturális műsorok sora tette lehetővé, hogy hagyományaik is megelevenedjenek. Hogy nézett ki ez az immáron 26-odjára megrendezett találkozó? Már mutatom is. A Diósberényi Napraforgó óvoda műsora köszöntötte a Berény nevű települések találkozójára érkezett delegációkat, akik 1996 óta minden évben máshol tartják összejövetelüket, idén a Tolna megyei település volt a vendéglátó. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, jó közösség formáló eseménynek tartja a lassan már 3 évtizede zajló rendezvényt. Jó látni azt, hogy a járvány elültével most már újra meg lehet szervezni a falunapokat, fesztiválokat, találkozókat, így például a Berény találkozót is. Diós Berény most a házigazda, az országból 12 helyről jöttek még berények, berényiek, és az ország minden tájáról egyébként, Nyugat-Magyarország, Somogy, illetve Észak-Kelet-Magyarországról, és egy napot együtt töltenek el. Ezek között vannak nagy települések és kisebbek egyaránt. A legkisebbről akár az egész falu eljöhetett volna, ez Iklan-Berény, hiszen 40-en lakják azt a települést, 80 itt is vannak közülük. A cél az, hogy jól érezzék magukat az emberek, ez is egyfajta közösségépítés, a Berény települések közösségének az építése, és bemutatják mindazokat az értékeket, melyek elők rendelkeznek. Ez a fajta összekapcsolódás a települések között nem egyedi. Tolna megyében több helység is van, akik hasonló kapcsolatokat ápolnak, mint a Berény nevű települések is. Vannak hasonló rendezvények, például a nánáknak a találkozója. Csak 2 nána az én körzetemben is van, alsó nána és felső nána. Felvidéken is van egy nána, amit most így hirtelen tudok, ezt a 3 nánát, de többen vannak ők is nyilván. Aztán az apáti találkozó, Bátor apáti szokta megrendezni, illetve ők is mennek az apáti települések találkozójára, ami így hirtelen eszembe jut. De kakasdiak is mindig meghívják a székely kakasdiakat Székelyföldre. Helyi óvodások német tudásukat is megmutatták a településre érkezett delegációknak, hiszen az összejövetel célja egy jó hangulatban, közösen eltöltött nap, ahol megmutathatják egymásnak településeik értékeit. A Berény nevű települések között a kapcsolat nem csak az év egy napjára szól, ezek a találkozások viszont arra is rámutatnak a házigazdák számára, hogy településük a fejlődés útján jó irányba halad-e. A turistaként érkezett vendégek visszajelzései sok mindent elárulnak, tudtuk meg Diós Berény polgármesterétől. Elsősorban egy kulturális rendezvény, kultúrcsoportok lépnek fel egymás településén, másrészt meg ugye mivel mindig egy vántor színpad jelleget ölt az egész, a településre látogatók megismerik a másik településnek a mindennapi életét, gondjait, bajait, és az a furcsa az egészben, hogy ha bármerre megyünk az ország területén, tehát nagyon szerteágazó földrajzi térségek vannak ezek a berények, de tulajdonképpen mindenhol ugyanaz a gond és baj, és ugyanaz a jó is. Tehát nagyon hasonlóak vagyunk, és mégis különbözőek, és teljesen mindegy, hogy egy kicsi falu, vagy egy nagy város. Tehát ennek elég érdekes ez így az egész, mert az ember azt hinné, hogy mondjuk egy Mezőberénynek, vagy egy Balatonberénynek egész más gondjai vannak, de nem. Tulajdonképpen ugyanazok. És mivel nagyon régóta tart ez a találkozók sorozata, most azért már kialakultak olyan emberi kapcsolatok is, ami azért túlmutat egy ilyen hivatalos, úgymond szerveződésen.
A településeket a Berények Szövetsége Egyesület fogja össze, amelyen keresztül segítséget is nyújtanak egymás számára. A diósberényiek örömmel vállalták idén a házigazda szerepét. Megpróbáltunk úgy felkészülni, ahogy tudtunk, tehát a lehetőségeinkhez képest azért szerintem megoldottuk. Elsősorban a helyi intézményeinket mutatjuk be ilyenkor. Tehát van tényleg egy helyi ordnánk, akik most szerepelnek éppen, van egy idős klubunk, és most újítottunk fel egy német tájházat, ami hát 90%-os készültségben, de ezt is meg tudtuk mutatni. Tehát nagyjából ennyi. Az ide látogatók egyébként délután azzal töltötték az időt, hogy körbesétáltak a falun, megmutattok ezeket az intézményeket, és én szerintem ezzel jól is érzik magukat, meg délután van ez a kultúrműsor, egy ebéd, és nagyjából erről szól ez a nap. Beszélgetésekről, találkozásokról. Ilyenkor mindig az a furcsa, hogy amikor tényleg nagyon messziről is jöttek, több száz kilométerről is jöttek ide emberek, és mindenki el van ájul ettől a környéktől, tehát a Tolna megye, Tolnai hegy hát, tehát az a dombság, azért ez sok embert megfog, és mi ezt itt helyben meg nem érezzük, tehát nekünk ez tök természetes, hogy itt szép dombok vannak, erdők vannak, jó a szép levegő. Igazából ilyenkor ébredünk rá, hogy amikor mások mondják ugyanezt, hogy ez egy jó hely, és akkor ilyenkor egy kicsit azért lelkesedünk, hogy hát akkor van is valami lehetőség benne. A település apró ajándékkal is készült a Berény nevet viselő önkormányzatok számára. Az esemény alkalmával a következő évi összejövetel szervezési feladatát Diós Berény polgármestere átadta a vándorzászlóval együtt Vörös Berény alpolgármestere számára, aki az ötletgazdája volt az 1996-ban életre hívott találkozónak. Egy ebéd kapcsán 1995-ben beszélgettünk, akkor rendezték meg előtte évben a Szent Istvánok találkozóját, Király Szent István, Szent Király Szabadja, és onnan merült az ötlet, hogy hoppát, itt van Berény, hát mennyi Berény van az országban, és akkor így elkezdtük keresgélni a Berényeket, a Tudományos Akadémiát is kértünk, állásfoglalást, és 13 Berényt találtunk meg végül is. Diós Berény pont az első között nem volt még ott, ez 1996-ban történt, az első Berények találkozó, május 25-én, 26-án, kétnapos volt, 2010 körül létrejött a Berények Berény utónevű Települések Szövetsége, Egyesület, és azon még szorosabban kapcsolatunk, és pályázati lehetőségek miatt ez nem utolsó dolog, a szervezet formában is megjelenik a Berény települések. Iklan Berényben, amikor voltunk a 2000-es évek elején, akkor csatlakozott be hozzánk Diós Berény is, és akkor azóta lelkes tagjaként olyan a falu vezetése, hogy minden évben részt vesznek is. Itt a példa, hogy már második alkalommal vagyunk itt Diós Berényben nagy örömmel. Persze, a színpadi műsorok sorát a vendégek produkciói is gyarapították. A jó hangulatú rendezvény jövőre Vörösberényben folytatódik, ahol természetesen Diós Berény is képviselteti majd magát. Tamásiban 15. alkalommal kaptak meghívást a település legifjabbjai és szüleik, hogy köszöntsék őket. A jó hangulatú délelőtt folyamán a szülőknek alkalma adott beszélgetni, a gyerekeknek pedig ismerkedni társaikkal. Természetesen műsorral és ajándékkal is készültek számukra a szervezők. Nézzük meg rövid összefoglalónkat a tamási kispolgárköszöntőről. Tamási önkormányzata a település legkisebbjeit köszöntötte egy kis összejövetel keretében a művelődési központ aulájában. A szülők örömmel tettek eleget a meghívásnak, 2021-ben 67 kispolgárral gyarapodott a város. Ez egy régi hagyomány a városban, hát ez a 67 ez egy átlagos szám volt, már ennél egy picit kevesebb az elmúlt 8-10 évben, és volt már több is. Mi igyekszünk megbecsülni a város legkisebb polgárait, ők nagyon fontosak, hisz ők jelentik a jövőt. Több olyan programunk, rendezvényünk is van, így városi szinten, amely gyerekekről szól. Nem csak a gyermeknapra gondolok, hanem a mostani kispolgárköszöntőre, illetve az őszi időszakban ugyanennek a korosztálynak fákat ültetünk a város különböző pontjain. Ez is egy több mint egy évtizedre visszanyúló hagyomány a városban. Egy évben nem baj, hogyha többször is foglalkozunk akár a legkisebbekkel is. Nyilván az őszi időszak az egy kötött dolog, hisz fát ültetni leghatékonyabban általában az októberi-novemberi időszakot jelenti, tehát abban az időszakban lehet, ezért a faültetés az erre az időszakra tehető. Itt pedig úgy alakult ki,
hogy a kispolgár köszöntő, ezt pedig itt a tavaszi napon a védőnők, a helyi védőnők szervezésében kerül megtartásra. Egy település akkor élhető, ha abban közösség van, a közösség igényeit pedig kiszolgálják az ott található intézmények. Ezt Tamási város önkormányzata is szem előtt tartja. Ebben a városban minden olyan szolgáltatás, intézmény, megtalálható programok, ami ide vonzhatja, vagy hát itt tarthatja az itt élő családokat, gyerekes családokat. Itt most beszélhetek az intézményi ellátástól, a bölcsődei férőhelytől egész a középiskola végéig minden lehetőség. Én azt gondolom, hogy maga a színvonalon biztosította a városban, és Tamási egy élhető zöld kisváros, egész évben tele jó programokkal, közöttük, ahogy említettem, gyerekprogramokkal és más rendezvényekkel is, és számos olyan szabadidő eltöltésére alkalmas helyszínnel és programmal, ami egy élhetővé teszi ezt a várost a hétköznapokban is. A rendezvény elején a település polgármestere köszöntötte a gyermekeket és szüleiket, jó szórakozást kívánva a délelőtthöz. Majd a Vürc Ádám általános iskola kórusa dalokkal lepte meg a jelenlévőket. A gyerekének mellett rövid foglalkozás is várt a családokra az esemény alkalmával, ami babának, mamának egyaránt örömöt jelentett. Megyen a medve, morog a mája, tányér a talpa, kurta a falka, csi-csi-csi-csi-csi-csi. Valóban érdemes volt nézni az önfeled gyermekmosolyokat, a boldog szülőket az immár 15. alkalommal megtartott kispolgárköszöntőn, ahova várták az egész családot, akár a büszke nagyszülőket is. Az önkormányzat ilyenkor egy kis aprósággal lepi meg a lurkókat, ami a nyári időtöltés kelléke lehet. A védőnők örömmel vették a nyakukba a járványhelyzet után újra ezt a feladatot. Mindig, akik az előző évben születettek, azokat köszöntjük, mint kispolgárokat. A járványhelyzet miatt sajnos most 2 év kimaradt, de reméljük, hogy a helyzet rendeződésével talán kismama klubot és gyerekjátszót is tudunk majd szervezni. Egyelőre ez még folyamatban van. Ezekről a tervezett foglalkozásokról, ahol egy kicsit összejöhetnek a babák, mamák, a védőnöktől érdeklődhetnek az anyukák. A Tamási Könnyű László könyvtár 70 éves fennállását a kedvelt író Grecsó Krisztián és a népszerű zeneszerző Rutka Robert zenés estjével ünnepelte. Az alkalomhoz illő, lélekig hatoló műsor sokakat vonzott a könyvtár olvasótermébe, hogy együtt emlékezzenek meg e jeles napról. A Tamási Könnyű László könyvtár méltóképpen ünnepelte meg fennállásának 70 éves évfordulóját. Tolna megye 6 járása közül először Tamásiban alakult könyvtár, ekkor 1952. május 1-jét írtak. A volt polgári iskola épületében 70 négyzetméternyi területet kapott 3 aprócska termecskét. Egy főfoglalkozású könyvtáros látta el akkor a könyvtárosi teendőket, a körülbelül 2000 darabos állományt gondozta. Ekkor a legfontosabb feladat az olvosok toborzása és az olvasóvá nevelés volt. Ha visszatekintünk az elmúlt évtizedekre, akkor azt látjuk, hogy könyvtárunk mindig követte a szakma elvárásait, kihívásait, követte a könyvtárügy stratégiai céljait, a trendeket, és ennek eredménye az lett, hogy a 70. születésnapunkra, amelyet mai nap ünnepelünk, már a minősített könyvtár címmel is dicsekedhetünk. Meghívtuk a régi kollégáinkat, és a délután folyamán egy nagyon jó hangulatú könyvtáros találkozót tartottunk, előkerültek régi fotók, elhangzottak régi történetek. A könyvtárosok jó hangulatú összejövetele után egy irodalmi est várt a nagy érdeműre, ahova szeretettel hívták a könyvtár olvasóit is. Libikóka című estjével érkezett Tamási Bach Rutka Robert zeneszerző és Grecsó Krisztián író. Ez egy zenés irodalmi est, ami ebben a formában még nem mond semmit, de itt az a különleges helyzet van, hogy maguk az alkotók jöttek el előadni a dalokat és verseket, vagyis az én verseimet zenésítettük meg Robi és én, prózákat fűztünk közé,
az éneket versek mellé dalok is jöttek, verskollázsok is vannak. A verskollázsok azok úgy működnek, hogy ugye Robi nem csak dalszerző, hanem zeneszerző is. Tehát különböző, mintha filmzene szólna a versek alatt. Úgyhogy egy ilyen egymásba kapcsolódó, tematikailag is összefüggő este ez, aminek a legfőbb hitele mégiscsak az, hogy maguk az alkotók adják elő a verseiket. Az első évre fecskelemez anyaga arra alapul, ami egy családi tabló. Szinte minden családtoknak van egy-egy dala, van valamilyen módon egy kapcsolódás valahogyan, és a történetek is ezeket egészítik ki. Apáink, anyáink idejébe repített vissza a szerzőpáros a dalokkal és mesékkel átszőtt előadásuk alkalmával. A megzenésítés már elég régóta csinálom, mert a klasszikus költőktől is követtem nem keveset. Nekem nagyon fontos, hogy kinek a versét és hogyan. Általában 10-15 percet adok, soha nem szabad semmit megerőszakolni. A Krisztián verseimeket átküldött, mert ő is írt már dalszövegeket, ezért tudta, hogy melyek azok a ritmikus versek, amik egyből beletalálnak, és ez így is volt. Elég sok mindent írunk együtt. És szerintem összecsiszolottunk így ennyi, ilyen több év alatt. Hát ugye csináltunk esteket, akkor írtunk ki fűsági darabot, most egy oratóriumot, sőt, voltak különböző, tehát filmzenékhez is olyan betét dalok, amiket együtt csináltunk, úgyhogy elég összecsiszolottunk, ismerjük egymást már fél szavakból is. Sarkig légy, elmegyek szívem, nekem ebből nem kell semmi sem, arra járnám, Kossuth utcai, sötét lesz itt mindjárt, vak sötét. Grecsó Krisztián nem először volt a könyvtár vendége. Betegsége után Tamási volt az első helyszín, ahol előadással örvendeztette meg olvasóit. A duó egy kellemes hangulatú estével lepte meg a 70 éves Könnyű László könyvtár látogatóit.